Nem csak a vonót húzzák egyszerre, együtt veszik a levegőt is, egy ütemben dobban a szívük. A népi muzsikusok nem kottából játszanak, hanem egymásra hangolódva, egymást érezve zenélnek. Ezt hívják ők összehúzásnak. Vannak olyan témák, amik évről évre fölmerülnek, ugye a népzenei rendezvények, a koncertek, a táncházak, a népzene oktatás, illetve úgy globálisan a népzene és a népzenészek helyzete. Minden évben van egy kerekasztal beszélgetésünk, hivatalosan ennek nevezzük, amikor természetesen leülünk, és akkor fölvetjük ezeket a problémákat, amik nagyon sokszor olyanok, hogy talán egy megoldás, egy jó megoldás nem is létezik rájuk, de nagyon fontos az, hogy évről évre átbeszéljük őket, kiértékeljük az előző évet, elmondjuk egymásnak a tapasztalatokat, illetve hogy megpróbáljunk előre tekinteni a következő évre. Vajdaságban 4-5 használható vonós zenekar van, ahogy Bodor Anikó annak idején mondta, hiszen ő mindig azt mondta, hogy a zenekar akkor jó, hogyha használható, tehát hogyha tud tánccsoportokat kísérni, tud koncerteket adni, tud táncházakat tartani. Fölnőtt egy újabb zenekar, ugye a Fokos után most a Duhaj zenekar is most már teljes mértékben bevethető ezekre a feladatokra, ugye a Csalóka, Juhász zenekar, Fokos, Csonka Ferenc és zenekar, ezek akik állandó jelleggel ugye tartják itt a frontot. A kétnapos találkozón tamburások és vonósok bővítik tudásukat, tanulnak új dalokat és ismerkednek meg mélyebben egy-egy régió zenéjével, az idén a sárközi és a széki muzsikával. A fiatalság ugyanúgy föl kell fedezze ezt magának, nem azért, mert az öreg rász, hogy ezt kell csinálnod, akkor nem fogja magáénak érezni, hanem azért, mert megérzi, hogy ez őszinte, megérzi, hogy ez az övé, és itt egy olyan nagyon összetartó közeg van, azért is nagyon szeretek minden évben ide járni, mert szerintem ez a tudásátadás itt nagyon-nagyon jól megy. Tehát ugyanazzal a lelkesedéssel viszonyulnak ehhez a csodálatos zenei örökséghez, táncos örökséghez a mostani fiatalok, mint a 10 évvel vagy 20 évvel idősebb kollégák, és hogyha ez így megy tovább, akkor ez egy elég jó biztosíték arra, hogy itt 10 év múlva is lesz népzenész találkozó, és 20 év múlva is lesz turindó. Az első nagyobb téli népzenei rendezvényre márciusig kell várnunk. Szent Tamáson 21. alkalommal tartják majd meg az Őseink Zenéje Fesztivált.